Ellátogattunk a 7 mérföldes szerelem premiérjére, ahol a celebeket arról kérdeztük, amiről a film is szól, vagyis hogy mi a helyzet a távkapcsolatokkal. Életemben egyszer volt részem távkapcsolatban, egészen jól működött. Tomikának nagyon sok ilyen jellegű kapcsolata van, úgyhogy szerintem tudna mesélni. Én nagyon hiszek a szerelem erejében, úgyhogy hogyha nem tudom, 600 km választ el, és aztán utána mégis hozzám jön haza fél év után, akkor megéri várni. Volt már ilyenre példa, nem könnyű, tehát nem tudom, hogy van-e az a szerelem, ami ezt kibírja. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon nehezen. Egy órája jöttem, vagy két órája jöttem haza Bressából. Egy hete mentem ki, és hát 6 napja. És így mondta, hogy ha lehet, akkor így haza sem menjek. Nekem a tegnap éjszakám az csak sírásból állt, mert nagyon nem akartam visszajönni. Én mosonmagyaróvári vagyok, és volt már olyan barátnőm, aki pesti volt. De nehéz volt, meg szerintem sokkal jobb, hogyha az ember nap mint nap tudja tartani a szerelmével vagy a párjával a kapcsolatot sokkal. Ugye olyan telefonunk van, amivel lehet csetelni, tehát chat, e-mail, telefon, SMS, Skype, Facebook, amit el tudtok képzelni, mindent. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ez az internet ez ilyen esetben nagyon jó dolog. Cybersex? Hát nem tudom. Tehát... az mi? Létezik? Vagy ez, én mindig csak így hallom ezt a szót, és én nem tudom elképzelni, hogy ezt tényleg így valakik így csinálják. Szerintem érdekes és pikánsá tudja tenni a kapcsolatot, főleg akkor, hogyha az ember nem nap mint nap tud találkozni a másikkal. Tudod, így oda dugod a géphez, és akkor kezedet, megsimogatod a kamerát. Dobsz egy puszit. Cybersex az nagyon hasznos, fontos dolog, és tényleg egyben tart. Azért abban nem hiszek, hogyha érzelmek nincsenek, akkor pusztán csak a szex az ilyen hosszú dolgot mondjuk meg tud óvni, de jó pofa dolog, és ki kell próbálni. Például, ha mondjuk a Drew Barrymore cyberszexelne velem, akkor én nem venném elő, de elmennék odáig, hogy ő elővenne, ki print screenelném, és keresnék vele egy csomó pénzt.